Sziasztok, ez a Tera Online. Ez lesz az első mikrofonos videóm, ami rendesen felkerül YouTube-ra, mert ugye az előzőekkel az volt a gond, hogy nem kapcsoltam ki a zenét a játékba, és hát így volt egy kis probléma belőle, ugye ez a jogsértő dolgok, szóval most hát kikapcsoltam, raktam is már fel egy videót, azt elfogadták, szóval most már a mikrofonos cucc. Ugye, amit akkor is elmondtam a játékról, és most is elfogok, hogy baszott jól néz ki. Tehát marha részletes, kidolgozott, főleg egy MMO-hoz képest. Nem csodálom, hogy ez a tavalyi év egyik legjobb játéka. Vagy legjobb MMO játék, nem is tudom, hogy a pontos fogalmazás. Bár szinte ugyanaz a kettő, de mindegy. Szerintem egyet értünk vele, hogy rohadt jó. Igen, ugye itt láttuk a küldetéseket. Amit észrevettem, hogy eddig alul az a csík, az a tapasztalati pont, tehát experience csík, az sárga volt, narancssárga. Most pedig kék. Nem tudom mióta, de hát... Jó, ha mondjuk ez nagyban nem befolyásolja a játékot. Főleg nem a játékélmény. Mert az is valami eszméletlen jó. Hát amint látjátok, nekem egy High Elf Archerem van. Level 17-es. Ha akartok, felvettek barátnak, vagy én nem tudom még pontosan, hogy ez hogy megy ebbe a játékba. De a nevem azt látjátok fent, bal felső sarokba. Majd leírom, hogy melyik szerveren játszok. És akkor úgy egyszerűbb lesz a barátfelvétel. Viszont egy dologban a segítségeteket kérném, főleg az olyanokét, akik értenek is a játékhoz, hogy muntot hol tudok szerezni, vagy hogy hogy. Mert azt hallottam, hogy valami 11-es questben kapom meg, de nem igazán találtam meg. Meg még azt is mondták, hogy Belikában, vagy mit tudom én hol. Viszont találtam ilyen trénert, de az nem ad se questet, semmit. Szóval ebben a segítségeteket kérném. Mostanában eléggé lagol a játék, nem tudom, hogy mi lehet a gond. De biztos nem az én netemmel van, mert ugye tegnap előtte, ahogy játszottam, elég sokan írták, hogy lagol a szerver. Szóval ezt remélem, hogy kijavították. Vagyis, hogy inkább javítottak rajta, mert amint láttuk, az előbb is egy kicsit lagoltam. Na mindegy, nem probléma. Nem mindig fogok ám sokat beszélni, mert ugye a játékra is oda kell figyelni. Meg hát a játékélmény azért leköti az embert rendesen, szóval nem lehet folyamatosan beszélni róla. Na, hogyha már itt vagyok, és ti is itt vagytok, akkor bemutatom az eddigi skilleket, amiket megtanultam a játékban. Ugye nekem egyesre van beállítva, hogy így ki tudok jelölni ellenségeket, és így rálövök mindkettőre. Akkor a kettes az egy ilyen lövés, a hármas az egy ilyen közel támadás,
most nagyon nem tudtam már mutatni, de valamennyit láttatok belőle, na még egyszer. Így, és akkor még egyet rárúg. A négyessel így elugrik, és sebez is. Az ötös az pedig ilyen, nem is tudom mi a neve, ilyen többet kivéte. Folyamatosan tudok darálni egy kicsit. Aztán F1-re van beállítva ilyen lassító csapda. Ugye, ha belemennek, belassulnak. Egyelőre ennyi aktív skillem van. Hát meg van jó pár passzív. Tulajdonképpen én sem néztem át a passzívokat igazán. Csak annyit tudok, hogy vannak, és hát ennyi. Igen, azok a bombák elég hasznosak. Mondjuk itt már nem igazán veszem hasznát, de úgy az elején egész jók voltak. Na mindjárt ki is próbálunk egyet. Mondjuk melyik a legjobb? Hát ez. Dobjuk rá. Aha, sokat nem sebez. Igen, itt szintén azt láthatjátok, hogy lagol a szerver. Kb. 3 másodperccel benyomtam a skillt, de eléggé későn reagált rá. Na, még egyet öljünk meg. És akkor kész is vagyunk ezzel. Ugye most így a háttérben hallhatjátok a gépem zúgását is, meg a billentyűzetet és az egeret, mert hát úgy csinálom, hogy ugye gépen megy a Fraps, ott veszem rendesen a játékot, viszont nincs mikrofonom külön, úgyhogy a laptopot raktam ide a gép mellé, és ugye a laptop veszi a hangomat, asztali PC-n ugye veszem a játékot. Good day, citizen. És akkor az így szinkronba, majd így összevágom szépen. Ennek nagyon nem kell vágni, csak így alárakom a hangot, és ennyi. A játékot kicsit halkítom, hogyha kell. Bár nem hiszem, hogy nagyon szükséges lesz. És akkor úgy tökéletes, aztán mehet is fel a videó. Na ugye, közben kaptunk még egy questet, hogy nem tudom, ott valakivel beszélnünk kell. De gyorsan elszaladunk. Nem tudom, így néha lelassul a karakterem. Nem tudom miért. Ja, hogy gondolom támadnak. Megint legol a szerró. És folyamatosan lövök, de másodpercenként egyetlen. És amint látom, dupla XP van. Na most érdemes lenne csak úgy simán fejlődni, mobokat jelni. Bár nem tudom, hogy ennek mennyi értelme van így a játékban. Ugye aukciós házban vettem egy új bobot. Csak elnéztem, már 22-es szinttől tudom használni, szóval még 4 szintet kéne fejlődnöm hozzá.
ami valószínűleg ebben a videóban nem lesz meg. És ugye a héten ez lesz az utolsó terás videó. Jó, meg hát az első mikrofonos is egyben, de mindegy, most attól eltekintve több tera már nem lesz a héten. Vagy, hogyha ez hosszúra sikerül, akkor ugye két részbe töltöm fel, ugye ne egybe legyen már mondjuk egy óra videó. Mert azért az kicsit tömény. You need my help? You need my help? Aha. Szóval több questot nem tudok felvenni. Basza. This isn't my first rodeo, you know. Another day, another youngster. Igen, ez nem kell, azt kinyomjuk. Keressünk valami értelmeset. Na mondjuk ez tökéletes. Meg akkor már felveszik ezt is, ha itt vagyunk. Úgyis egyet kimentem. Farewell, hero. És megint ilyen szarvasokat kell ölni. Igazából még túl sokat nem beszéltünk a játékról, szóval még amit elmondtatok, az az, hogy ugye 2012-es játék alapjáraton fizetős volt, de nem túl rég átváltott free-to-play-re, tehát most már teljesen ingyenes. És ugye akik annó fizettek érte, azok nem tudom, valami bónuszt kaptak. Hát körülbelül ennyit tudok róla mondani. Majd a gépigényét még belinkelem a... vagy nem is linkelem, hanem inkább beírom a videó leírásba. Hogyha valaki nem ismerné és megtetszik neki, és kíváncsi, hogy milyen a gépigénye, megy-e a gépén, az ott meg tudja nézni, nem kell külön neten keresgélni. És megint legol a szeró, hát így videózni is lehetetne. Töltsünk egy kis életet. Ezek még nyilván gyengébbek, mint a szarvasok. Ebből nem is kell olyan sokat ölni.
engem még egy hátra van. Végre láttátok rendesen ezt a skillt is. Akkor most még megöljük a szarvasokat. Vagy mit tudom én miért. Hát igen, ebből még kell 7. Ez ugye elég időigényes lesz. Jó, mondjuk azért nem túlzottan, de nem fél perc. Igen, most jövök rá, hogy a 2-es skillt ezt így lehet turbózni. Tehát így ezt nem tudtam. Aha, így elég nagyot sebez. Hát ez fasz. Na jó, akkor jövök rá. Pár órát játszottam a játékkal. Tegnap volt egy idióta török. Hoppá, egy vírusírtó. Na, folytatjuk. Tehát tegnap volt egy török csávó, és ez így rám akadt egyszerűen, így követett mindenhova. Nem tudtam lerázni. Aztán kérdeztem, hogy minek én utánam. És akkor elkezdett szexi vagyok. Nem mondom, jó van. Aztán dueleztünk egyet. Jól elvertem minden. És akkor szintén így követ, megyek mind. De tényleg csak így. Hát nem tudtam mit csináljak, mert csak rohangáltam kínomba. És kb. Másfél órán át jött utánam. Nem szállt le rólam. Aztán már leraktam ugye a játékot tálcára, mondom. Majd el lesz. És megvártam, még visszajövök. Szóval igen, vannak még ilyen idióták. Ritka, de van. Már értem, hogy miért volt kék az XP csík. Gondolom a dupla XP miatt kék eljelezte. Na most már nem kapok duplát.
Oké, 9 per 10, na még egy utolsót. Akkor menjünk is leadni a questeket, aztán remélhetőleg szintet lépünk lassan megint. You need my help? You need my help? You need my help? Hát ez nem valami sok. Tessék, szinte semmit. Na mindegy, már csináljuk. Valamit még akartam mondani az előbb, de az most nem jut eszembe. Na mindegy. Majd még később azt szeretném kipróbálni, hogy gamepaddel nyomnám a játékot, mert ugye az elején ki lehet választani, hogy keyboard vagy gamepad. Én ugye most billentyűzettel és egérrel játszok, de van egy egész jó joystickom. Kíváncsi vagyok, hogy támogatja. Aztán, ha igen, akkor inkább tévén fogom felvenni a videókat. Nem lesz sokkal jobb, de azért mégis más. Ugye 720-as a 720p a tévém, viszont 1920x1080-as felbontást támogatja, szóval most nem tudom, hogy így a, ez így hogy működik a kettő együtt, de valamiért támogatja azt a felbontást is. I have a moment for you. Majd kipróbálom, hogy milyen a minősége. Ez meg ide jött meghalni. You have my attention. How can I help? I have a moment for you. Ami még jó a játékban, az az, hogy csak megnyomjuk így a numlockot, és akkor így automatikusan fut a karakterünk. Aztán néha csak így irányba állítjuk, és ez így megy. És akkor ugye közben lehet dumálni a mikrofonba. Aha, igen, most ültem be, már nem tudok semmi plusz dolgot így mondani. Na mindegy, figyeljünk inkább a játékra. Life is so unfair. Having a bad day. Kora is. Vagy ez most mi? Felkiáltójel a quest leadás. What do you want? I'm starving. So thirsty. Nem, akkor kérdőjel. Vagy ez csak segítség? Mit tudom én? Na várjunk, akkor nézzünk egy
quest logot. Megnézzük, hogy mit érdemes megcsinálni. Igen, ez jó sokat ad. Pont erre kell jönni. Jaj, ilyen zsákokat kell összeszedni. És ebből mennyit kell? Az nem sok. Mondjuk jó lenne, ha látnék még többet. Aha, ott is van egy. Magam ott is. Na, nem lesz ez nehéz. Remélem csak ennyi. Megvan a negyedik. És ott az ötödik. Megvan egy hatodik is, de az nekünk már nem kell. Na, mehetünk is látni. Mondjuk eddig ez nem volt túl bonyolult. Biztos lesz még valami. Nem hiszem, hogy csak ennyi az egész. Life is so unfair. Having a bad day. What do you want? Come back soon. Pedig de ennyi volt. I'm starving. Bring back food. Na mindegy, akkor felveszik következőt. Aztán... ilyeneket kell tolni. Na jó, még ezt megcsinálom, aztán vége a videónak, mert 28 percem egy majdnem. Ugye ezután elvileg pont szintet lépek. Lehet, hogy a következő videó az már az új fegyverrel lesz, szóval egy kicsit tovább játszok majd. És akkor úgy, hát ha nem lesz túl unalmas a videó. Mondjuk így egyedül tényleg kicsit unalmas meg így magammal beszélgetni, meg a laptoppal, nem is olyan nagy szórakozás. Szóval nem bánnám, hogyha jönne valaki. Túl sok embert nem akarok, mert ugye úgy macerásabb a fejlődés, meg ilyenek. Szóval úgy minden lassabb lesz. Lehet, hogy könnyebb, de lényegesen lassabb lesz. Ez elég egyszerű quest megint. So thirsty. It's overwhelming. Kész is van. I'm starving. Na
Na, ennyi volt, szintet léptem. Nem léptem szintet. Akkor szintet lépek, és utána lesz vége a videónak. És ez meg is van. Na, még ezt megolom. Ez már tényleg az utolsó. Na jó, nem húzom tovább. Akkor köszi, hogy megnéztétek. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Sziasztok!